Zajlik a munka a Máté-Szalkai földhivatalban. Az intézményben naponta több tucatnyian intézik ingatlanjaikkal és földtulajdonaikkal kapcsolatos teendőiket, de sok feladatot ad az ott dolgozóknak az ezekben a hónapokban épülő M49-es gyorsforgalmi út építése is. Az épület energetikai korszerűsítése már régóta időszerű volt, ez most 55 millió forintos Európai Uniós támogatásból meg is valósult Máté-Szalkán. A nyílászárók cseréjétől, a falak új külső szigetelésétől, valamint a napelemes rendszer telepítésétől azt várják, hogy jóval energiatakarékosabb lesz az épület fenntartása. Hanusi Péter polgármester az átadó ünnepségen azt mondta, bár állami fenntartású intézményről van szó, az ilyen jellegű beruházások jelentősen javítják a város arculatát. Ezek az intézmények a mi intézményeink, a Máté-Szalkai közösség részét, fontos részét képezik. Éppen ezért fogjuk fel úgy, hogy most, amikor átadjuk a Máté-Szalkai földhivatal megújult épületét, akkor több célt is elértünk. Tettünk egyrészt a környezetünkért, hiszen nyilvánvalóan egy környezettudatos beruházás keretében, hogyha az energiafenntartás szempontjából eredményeket érünk el, ezzel az egész föld egészségéért teszünk. Ez vitathatatlan. Az is biztos, hogy a dolgozók innentől komfortosabb körülmények között fogják mindennapjaikat tölteni a munkahelyen, úgy, hogy ráadásul kevesebb energiát fogyasztanak majd el a működés során, ami most az energiaválság, az orosz-ukrán háború tükrében egy különlegesen fontos céllé lépett elő. Román István főispán az eseményen elmondta, idén ez már a 7. épülete a vármegyei kormányhivatalnak, amely megújult. Komoly erőfeszítéseket tettünk, hogy mind hazai forrásból, mind pedig uniós forrásból hivatalaink megújuljanak, több új hivatali épületet is építettünk, de természetesen ugye ez a külcsin, nagyon, ennél sokkal fontosabb az, hogy azok a kollégáink, akik dolgoznak ezekben az épületekben, azok magas színvonalon tudják ellátni a feladatukat, és magas színvonalon tudják kiszolgálni nem csak a lakosságot, hanem gyakorlatilag a gazdasági élet ügyfeleit is. Most földhivatal épületünket újítottuk meg, azért itt nem csak lakossági ügyekről van szó, bár ugye most éppen zárul az osztatlan közösnek a kapcsolatos munka, de hát van feladat akár az autópálya építéssel kapcsolatosan is lehetne még sorolni. Úgyhogy nagyon fontos, hogy a munkatársaink magas színvonalon és hatékonyan lássák el ezeket a feladatokat, mert az mindenkinek jó. Az eseményen elhangzott, a napokban készült el egy épületkorszerűsítés Csengerben is, a vármegyei kormányhivatal pedig szeretné folytatni a fejlesztéseket. Emellett a Záhonyi járási hivatal új épületének megvalósítása is a tervek szerint halad.